Sziasztok! Sok szeretettel köszönöm titeket a Honvéd Újpest Megyőzésbeszél sajtónaigazgató. Kettő egy győzelmet a MTM-ben, amelyet az ötlenül gratulálunk, és ugye előlinket, hogy a Bélyek mestét kérném arra, hogy értékén a találkozót. Kívánok, Orvola Bence vagyok, Nemzeti Sporttól. A lefújást követően élvezettel nézte, hogy a szurkolók éltették a csapatot. Hallja? Nem tudom. Üdvözleteni. Tehát élvezettel nézte, hogy a szurkolók éltetik a csapatot. Lehet-e a mostani egyfajta egymásra találás? Mit gondol a szurkolás?
so often at the conference are with us. It's always a no team in the world would actually play without any support. And losers, of course, we are proud to be a part of the profession. We play for our colors. And even after this match, it's good if somebody gives the feeling back. It's not so easy to celebrate alone. In the past, it was not so often that we are able to celebrate. So normal times come and everybody comes back together. That would be very helpful. Úgy gondolom, hogy mindenki ismeri, mi helyzetünk, de nagyon fontos. Szerintem a világon nincsen olyan csapat, ahol ne számítaná, hogy én is elfogadok, hogy egyáltalán szurkolnak a csapatnak. Nagyon boldogok vagyunk, hogy büszkék a színekre, a lila fehér színekre, és most nagy örömünkre szolgált, hogy most ezt a büszkeséget tudjuk ezzel a győzelemmel táplálni. Visszaadott egyfajta, visszanyújtott valamit most a csapat a szurkolók számára, és ez nagyon jó volt. Az ünnep lehetőséget biztosítottak a szurkolók számára. Szerintem ez egy rendkívül fontos, így együtt tud működni a tényleg a szurkolók. Másodnak még kérdés? Két egymást követő mérkőzést követően nyertek. Lehet mondani el, hogy kint van a csapat a hullámvölgyből? That was also the reason why we come in this trouble at the beginning. Now we found our stabilization, we found our organization, and I think also that in a way we are playing football was good. But it's just like before, it's only a moment. We have to continue, and what I said also on the television, we have our ambitions, and of course we can go higher up in the day. Én nem fogok nekik azt mondani, hogy elmúlt két meccs volt az, ami egyfajta lendületet tudott adni lépésről lépésre a csapatnak, és sikerült stabilizálni, úgy gondolom, a csapat teljesítményét, sikerült jól megszervezni a pályán a mozgásokat, a játékot. Ez egy jó foci volt, elkezdtünk jól focizni, ez egy fokozatos munkának az eredménye. De ez csak egy pont. Tovább szeretnék lépni ezen az úton, tovább szeretnék menni ezen az úton. Ahogy ezt a tévének is elmondtam, ambíciós vagyunk, szeretnénk feljebb kerülni, előbb